kérdéséről van szó. Amit 68 és a körülötte lévő kicsit utána jövő idő Magyarországon biztosan átalakítottak, az az ifjúságnak, az akkori fiataloknak a zenei szubkultúrája volt. Először volt az Illésegyüttes és mások, azután jött, hát már az Illésegyüttes kezdte a népzenének a beépítését, aztán jöttek mások, jött a 70-es években a táncház mozgalom, aztán jött a, illetve még előtte is közte, jött a Tolcsvai trió. Bizony, az a Tolcsvai. Ő volt fiatal korában, az a Tolcsvai tanár úr. Ez egy borzasztóan szomorú történet számomra, hogy ő most ezt csinálja, és ilyen konfliktus alakult ki. Én borzasztóan tisztelem Szörényi Leventét azért, mert ebből a dologból kiszállt. Ő ebben az idősebb nemzetékeket szörnyűségesen megosztó közül konfliktusokban most is más oldalon áll, mint mondjuk mi, de bejelentette, amit mondott, annak az volt az értelme, hogy ebben a konfliktusban a valamikori barátai 68-as társaival szemben nem hajlandó az zászló szerepét játszani. És ez nagyon tiszteletlenül dolog. Úgy látszik, Tolcsvai tanár úr nem jutott hasonló következtetésekre. Én mégis azt szeretném kérni a társaságtól, hogy ebben a teremben jövő hétfőn hagyják, hogy Tolcsvai tanár úr megtartsa az óráját. Ne menjenek ki, üljenek a hátsó parkolóba. Ha persze ő ezt nem tűrni, az nagyobb baj, az egyetemi előadások nyilvánosa. De hadd mondja el az előadását. Ő ez volt, és most sajnos az, amit itt múlt hétfőn tett. Jó, ennyi szerettem volna mondani. Én ebben kimaradtam.